Sziasztok! Ennek a videónak a témája a WeakAqua Bluetooth 2-es modul csere lenne. A gyártó frissítette az applikációját, elsőre egy darab menüből lehetett választani, tehát ez tartozott a Bluetooth 1-es modulokhoz, amivel a jelenleg forgalomban lévő lámpák vannak szerelve. A Bluetooth 2-es modulhoz, így néz ki egyébként a modul, a Bluetooth 2-es modulhoz pedig további két édesvízi menü tartozik, már fejlettebb tudással, komolyabb programozással. Ebbe az applikáció menübe nem mennék bele jobban, mivel előfordulhat, hogy változni fog. A jelenlegi menükhöz Bende Krisztián készített egy leírást, egy használati utasítást, ezt mellékelem ennek a videónak a leírásába. Megtalálható a Low-Tech Aqua Kertész közösségben a fájloknál, letölthető, vagy pedig a leírásba linkelt felhő tárhelyre feltöltöttem, és onnan le lehet tölteni ezt az applikáció használati utasítást, e-book, PDF formátum. Hogyan is néz ki a modul csere? Nem egy ördöngőség, aki például ilyen csavaros gyerekjátékokba elemet tud cserélni, az valószínűleg meg tudja csinálni. Tehát ahhoz, hogy aki igényli, hogy a lámpája többet tudjon, korszerűbb legyen, az meg tudja venni nagyon kedvező áron ezt a modult. Ennek is a linkjét a leírásba teszem. Hogyan álljunk neki a modul cserélnek? Van a lámpa, van egy adattábla, ez alatt van a modul, amit ki kell nekünk cserélni. A cseréhez el kell távolítanunk a végzáró elemet. Hát én, amit láttam, mindegyik lámpánál imbusz kulcssal fogható csavar fogja, tartja a helyén. Az én tanácsom az, hogy ne a vezeték felüli oldalon szedjük le a záróelemet, hanem a túloldalon, mivel csak annyira kell, tehát ez egy egyszerű 2-3 csavar, vagy 4 csavar fogja, nyilván lámpatípusonként változik, azért kell ezt a végzárót leszedni, hogy el tudjuk csúsztatni a plexit, tehát ezt a plexilapot föl tudjuk nyomni, hogy hozzáférjünk a modulhoz. Ezért most megfordítom a lámpát, és a túloldalt szerem le a végzáróelemet, hogy ki tudjam csúsztatni a plexit. Tehát megfordítottam a lámpát, itt már ugye nincs vezeték a túloldalon, az én lámpámat 2,5 mm-es imbusz kulcssal tudom levenni a csavarokat, tehát szükségünk lesz egy imbusz kulcsra. És akkor letekerem és eltávolítom ezt a végzárót, kitekerem mind a 3 csavart. Eltávolítottam a záróelemet, a plexi, a védő, az ilyenkor most csúsztathatóvá válik, és akkor el tudom húzni annyira, hogy a túloldalon hozzáférjek a modulhoz. Megfordítottam a lámpát, itt a túloldalon akkor a plexi elcsúsztatása után már látszik a modul, amit ki kell nekünk venni. Ez egy P-szériás lámpa, itt 2 csavar fogja. Valószínűleg a többinél is így van, legalábbis eddig mindenkitől ezt hallottam. Egy PZ2-es csavarhúzó. Néztem, ez úgy szépen beleillik ebbe a két csavarba. És távolítsuk el a csavarokat. Tehát 2 darab csavarról van szó. A csavarok eltávolítása után innen kiemelhető lesz a modul. Két csatlakozóval találkozunk, mozgatva húzzuk le, tehát mozgatni kell egy kicsit, megfogjuk, picit mozgatjuk, és akkor közben húzzuk. Behelyezzük az új modult, visszahelyezzük, visszatekerjük a rögzítő csavarokat, plexit a helyére toljuk, visszatesszük a végzárót, és ennyi lenne a modul csere. Hát szerintem nem egy nagy valami, tehát mindenki, aki
extra menüket akar, extra tudást a lámpához, az mindenki meg tudja ezt csinálni. Ennyi lenne ez a videó. Modulcseréről. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!